Hát szervusztok, üdvözlet, újra itt. Folytassuk a... Közben lényeg hallgatom, mert itt beszélnek. Szóval a Nikola Tesla kazettásdeknek a javítása. Ez a második rész, tehát ott hagytuk abba. Különben ez a deknek az erősítője. Ez így került hozzám, ez most nem az enyém, ez csak így javítva van, hát már meg is van javítva. Szóval, időközben lett egy-két dolog elvája szerencsétlennel, tehát a videó, ami lett csinálva, hát ezt most így ide beálljuk, ami lett csinálva, hát hagytuk abba, hogy volt benne egy BRG fej, az, hát, az nem volt jó, sehogy sem nem volt jó, tehát az egyik kanál is az így szólt, a másik még amúgy szólt, azt most így nem tudom megmutatni, de hát az olyan volt, találtam bele egy ilyen bontott magnó fejet, egyszerű mezei fejet, azt beletettem, és avval működik szépen, működött, mivel hogy, hát ebben van egy kis szervó motor, biztos, hogy az életet már szerelte, vagy csinálta, vagy nem tudom, tehát van benne egy kis motor, ami csinálja az oda-visszahajtást, és annak a motornak fogaskerék átvétellel megy az egész cirkusz benne, és hát én úgy gondoltam, hogy a szerencsétlen fogaskerék, hogy letörik az egyik fogam, és onnantól kezdve összedőlt a rendszer, tehát menni ment, de időközben volt, hogy megakadt a játék, és nem ment tovább, ugye. Meg hát zörgött is, meg hát annak volt mindenféle fajta hangja, tehát ez úgy nem volt jó. Tehát ezt kiszedjük, majd ezt is kitől. Gyere ide. Szóval ott látszik egy fogaskerék, ez ugye ez a servo motornak a tengelyen lévő fogaskerék, itt van egy másik tengely, ami rajta volt a másik fogaskerék, ugye is akkor ez a meghajtás, az egyik másik. Hát a telefon túl most ugye ennyit tellik, most fényképezőgép az teli is van, meg annak van minden baja most, meg nem tudok hosszú videót csinálni, szóval. Na most abba megy bele egy ilyen kis fogaskerék, amin, hát itt látható, hogy hiányzik egy foga. Na de, mivel nem hagyjuk annyiba az egészet, így csináltam egy másik fogaskereket, ami ebbe való. Ez egy műanyag fogaskerék, ez egy kemény műanyagú van. Hát ez egy kicsit olyan gumisabb, elasztikus, vagy azért, mert már öreg, vagy nem tudom. Úgyhogy
Hát csináltunk egy másikat. Csináltam, bocsánat. Hát, olyan jó 10-15 perc alatt lett meg. Nem volt olyan nehéz, csak hát tudni kell megcsinálni. Szóval van egy másik fogaskerekünk, ami ebbe belemegy. De hát vannak még itt ebbe ilyen tartozékok, amik majd bele kell tenni. Úgyhogy majd azokat most akarom majd bele tenni. Szóval, cseréltünk benne egy fejet, mert a BRG fej nem volt jó. Tettünk bele egy mezeit, közben tönkre ment a szerencsétlen fogaskerék. Van másik. Ezt is majd bele fogjuk építeni most így mindjárt. És akkor így. Most itt van egy fúrógépem. Ez most így a telefontartó. És hát majd közben én popázok, hogy hát erő a dekrű, túl sok mindent nem láttam a neten, hogy lett volna bármiféle videó, olyan értelemben, hogy így szerelik a szerencsétlent. Találtam egy párat, olyan bemutató, meg csapkodják ott össze-vissza, de olyan túl sok minden érdemlegeset nem. Többet lesorjázom itt tesztet, mert az még a nagy lendületben ott kimaradt. Most, hogy meddig bírja ez a fogaskerék, azt nem tudom. Be kell mennem a zsíré. Újból itt kihoztam ezt a szilikonzsírt. Ez egy ilyen mechanikára való zsír, ami egy kicsit még kell nyugított. A tengelyt meg a vaskerekeket. Szóval ezek csinálva az a... Ja, hol is tartottam, nem is tudom, ja. Ez az ekrű, hogy nem is igazán sok beszámoló róla, hát annyira nem is populáris. Sokat láttam itt szlovákoknál, meg itt nálunk, meg hát itt Szerbiában, Vajdaságban is van az ekrű elég sok relatív. Ugye azt egy pofátlánja még van, jó is lesz a van belőlük itten is. De nem tudom a történetit, hogy miért van az, hogy van belőlük Unitra is, meg Diora is, meg Nikola Tesla is. Szóval ezt nem tudtam még most se összeállni. Itt egy picike kis zégergyűrűcske. És tehát azt, hogy nem tudtam összepakolni a történelmit, de majd már egyszer, hogy ezt majd kettőbe rígjük. És lényeg a lényeg, hogy ilyen mezei dekkez, ugye, mindig is lesz. Mezei dekk, ami hát persze nem felső kategóriás, mert azt nem tudom, hogy ez a vacak itt, hogy el fogja férni, de azt mondja, hogy el. Hát, mert tulajdonképpen ennek a fogaskeréknek még van itt egy kis pereme, egy milliméteres körülbelül. Ilyen fokaladjunk le, de én azt ott már nem raktam rá, mert se kedvem nem volt, se időm, se energiám, még külön kis szerszámot kellett volna csinálni, hogy megfogjam, hogy körbe menjek vele. De hát, hogyha ez így jó lesz, akkor... Tehát ez, ha így jó lesz, itt van benne. Hát most mobiltelefontól ennyit el lett. Ha ez így jó lesz, akkor hála Istennek. Mert nincs kizárva, idővel fogok egy egyet csinálni alumíniumból is. Még egyet plastikára, mivel hogy HMV-ben megvan a programom hozzá, meg az összes számítás. A
tehát amit így jó magam csináltam, meg írtam hozzá. Szóval, most ezt még megírózzuk. Most nem tudom, mennyire lesz zajos a csívélésnél. Szerintem valamennyire zajos lesz, mivel hogy egyik kopott, másik nem. És majd az időre csak összekül, hogy kopjanak itt a fogok benne. Tehát teszünk rá ilyen szilikonzsírt. Nem tudom, ki használt ilyet, ki nem. Én szoktam, hogy most teszek rá. Szóval... Hát ez ilyen. Hát ugye ebbe, mint az előző részben már mondtam, felégettem egy halom kondenzátort ki. Egyet használom. Van egy kis zúgása még, valószínűleg ezt a nagyot meg aztán megmutatom. Azt ki tud cserélni. Mert... A hangja jó, csak az, hogy van egy alapzaja neki. És... az úgy kicsit zajos még. Nem hangminőségre már jó, jobb, mint ami volt. Hát ezt most így nem tudom már megmutatni, de jó. Na, lássuk a medvét. Hát kicsit a zsír még megfogja. De működik. Gyere ide. Szóval működik. Most a zsír az valószínűleg egy... Hát itt te hideg van kint. Na de fölösleget azért majd csak leszedjük. Jó, szétdobálja. Kicsit zajos. Persze kikapcsolom az első kereget, nem húzva. De jó, működik. Hát egy kicsit zajos. Nincsenek összekopva. De ha kazettát beletesszük, akkor csendes. Ugye nincs persze akkora fordulat. Úgyhogy szerintem ez így jó. Na most, hát ezt a kondenzátort itt. Ezt a kondenzátort itt tesztet valószínűleg ki kell cserélnem. Meg ez a stabilizátor, ugye a 7805-ös. Igen. Tehát az ott bent. Azóta a múltkoriakba elszállt, úgyhogy tettem egy mezei 7805-ös stabilizátort ide. Hát ezt a kondit itten kicserélem, mert csak 16 voltos, azt melegszik. Lehet, hogy is tesz bele egy kis zúgást. De hát ez így rendben van, ezek is jók. Motor is, amivel megint csak sokat szenvedtem. Az se volt igazán divú jó. De működik most már. Hát a hajtás az zajos, de hát ha zenét hallgatunk, akkor ez így mén. De hát megy.
Jó. Tehát visszarakjuk még az elejét. Ezt még visszarakjuk. Kicseréljük ezt a kondit. Meg majd rendelök egy ilyet. Azt mondom, hogy 40 volt 4700 mikrós. És onnantól kezdve meg lesz javítva ez a cirkusz. Tehát ezt már, ha cserélem, akkor erről már nem csinálok videót. Úgyhogy számomra ez a masina, ez befejezetnek tekintetik. Nem is tudom, hogy is mondjam ezt szépen. És hát hallgatom, ameddig hallgatom, majd veszek bele egy új fejet valahonnan. Egy normálisat. Jó, el is, ami benne van, de hát ez egy ilyen, mondom, akármilyen bontott fej, ugye meg is látszik. Úgyhogy ez ilyen. Nem is tudom, mit ír. TC821BOG1 valami. Na, hát viseltes már. Túl sok írás nincs rajta. Elég jó kopott már, de ez a gép, ez sokat ment nálam is, meg szerintem az előző gazdájánál is, akiné volt, annál is. Jó. Sziasztok, jók legyetek!